Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Megismételt választás Szekszárdon. Újra az ÉSZ jelöltjei nyertek mind a kettő választókerületben. Prímadi, Gottwald Károly posztumusz, Kovács Balázs és Lascsik László kapták az elismerést. Búcsúfaállítás, több száz éves hagyományt elevenítettek fel Bonyhádon. Sárközi találkozó, a tájegység tánc kultúrájának kiemelkedő elemeit láthatta a közönség. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az éjjel Szekszárd jelöltjei nyerték a megismételt önkormányzati választást Szekszárd két választókerületében. Rendkívüli esemény nem történt napközben. A választás eredményeként így Csötönyi László és Faragó Zsolt ülhetnek be a hamarosan megalakuló új szekszárdi közgyűlésbe. A 2-es és a 8-as választókerületekben szavazhattak újra a szekszárdiak vasárnap reggel 6 és este 7 óra között. A 2-es körzetben a névjegyzékben szereplő 2603 főből 1291-en éltek a szavazati jogukkal. Közülük 686-an, vagyis a voksolók több mint 53%-a húzta az X-et az éjjel szekszárd jelöltje Csötönyi László neve mellé, míg Hagévára a Fidesz-KDNP jelöltjére 603-an, vagyis 46,68%-ot szavazott. Október 13-án nem volt ilyen magas a részvételi arány, akkor Csötönyi László 602 szavazatot kapott, míg Hagéva 586-ot. Akkor még a Mi Hazánk is indított itt jelöltet, Czank István személyében, ő viszont a megismételt választás előtt visszalépett. A 8-as választókerületben is többen szavaztak vasárnap, mint október 13-án, az eredmény viszont nem változott. Újra az ÉSZ színeiben induló Faragó Zsolt győzött 570 szavazattal, míg a Fidesz-KDNP és Szegedi Attilára 494-en voksoltak, a független Sárközi János Józsefre pedig 9-en. A Mi Hazánk jelöltje itt is visszalépett. Ebben a körzetben is nagyobb volt a szavazókedv vasárnap, mint októberben. Akkor a most is győztes Faragó Zsolt 478 szavazatot kapott, míg Szegedi Attila 464-et. A szavazatok összeszámolása után Ács Rezső szekszárd polgármestere azt mondta, az eredménytől függetlenül abban bízik, hogy a képviselőtestület tagjai együtt tudnak majd működni a város fejlődése érdekében. A megismételt választás eredményeként az éjjel szekszárd 8, míg a Fidesz-KDNP a polgármesterrel együtt 7 tagot küldhet az újonnan felálló szekszárdi közgyűlésbe. Én őszintén bízom abban, hogy a következő hetekben az alakuló ülés előtt le tudunk küldni, meg tudunk állapodni a működés feltételeiben, hiszen mindenkinek, aki képviselő lett, az az érdeke, hogy városunk működjön és városunk fejlődjön. Ebben azt gondolom, meg kell találni azokat a közös pontokat, amelyek mentén tudunk együttműködni. Én mindenféleképpen kompromisszumkész vagyok, hiszen azt gondolom, hogy a legfontosabb a város működőképességének és fejlődésének a fenntartása. A jelölő szervezeteknek 3 napjuk van az eredmények ellen fellebbezni. Úgy tudjuk, a Fidesznél ezt nem tervezik, az ilyen szekszárdnak pedig nem áll érdekében. Kedden kapják meg a szépkorúak a nyugdíjprémiumot és a nyugdíjkiegészítést. A pénz a nyugdíjakkal együtt érkezik majd. Egy átlagos 135 ezer forintos nyugdíj esetén 33.340 forinttal fognak ebben a hónapban több pénzt kapni a jogosultak. Ebből 11.340 forint a nyugdíjkiegészítés, a fennmaradó 22 ezer forint pedig a nyugdíjprémium. Idén is 3 vehették át a Tolna megyei prímadíjat. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége a kiemelkedő teljesítményeket jutalmazza minden esztendőben. Kovács Pál, a Paksi atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár Süli János miniszter üdvözletét tolmácsolva azt mondta, Tolna az egyik legkisebb megye, mégis nagyon sok tehetséget adott az országnak. 15 esztendővel ezelőtt adták át először Magyarországon a prímadíjat. A kitaláló Demián Sándor célja az volt, hogy a vállalkozói szféra legkiemelkedőbb egyéniségeit is elismerésben részesítsék Magyarországon. A prima díjak, amik talán a legmegbecsültebb kulturális, tudományos díjjá nőtték ki magukat ugye országos szinten, de megyei szinten is, hiszen értékes díjakról van szó, 1 millió forint kerül ugye átadásra minden egyes díjazott számára. És én úgy tudom, hogy nagyon-nagyon sokan várják azt, hogy esetleg bekerüljenek ebbe a díjazotti kategóriába.
Minden évben a tudományos és kulturális élet kiemelkedő személyiségei is elismerésben részesülnek. A megyei díjazottak közé posztumusz Gottwald Károlyt, a nemrég elhunyt fotóst, Lascsik Lászlót, a Bonyhádi Kórház kardiológusát és Kovács Balázs atomerőmű szakmérnököt jelölték. Egész életemben sikerült megszereznem azt a lehetőséget, hogy szabadon tudtam alkotni. És ez talán egy mérnöktől furcsa, egy művésztől egyértelmű volna, itt az alkotás a munkáról szól. A közönségdíjra jelölést kapott Pálinkás Jöli, az Antikrádió vezetője, Sebestyén István énekes mesemondó, a díjat azonban a jövőre 10 éves Zsikó zenekar vehette át. Nekünk a legfontosabb hitvallásunk az, amit ifjú zeneakadémistaként Batta András rektor úrtól kaptunk a Művészetek Palotájában, amikor is arra esketett fel minket, hogy minden körülmények között a magyar népzenei, a magyar zenei élet és a magyar kulturális élet felemelkedését szolgáljuk. Én bízom benne, hogy jó úton járunk, és Tolna megye az otthonunk, vigyázzunk rá. Nagy tisztelettel köszönöm szépen a zenekar nevében ezt az elismerést. A VOSZ köszöntötte az év vállalkozói díjának tulajdonosait is. Az országos és a Tolna megyei díjat is 4-4 vállalkozás vezetője vehette át. Megkezdődött a szalagtűzők időszaka, ez a diákhagyomány igazi hungarikum, hiszen rajtunk kívül sehol Európában nem honos a középiskolák végzőseinek ilyenfajta ünneplése. Az egykori selmecbányai diákok kezdték el 4 színű szalaggal megjelölni a végzős társaikat, és a szokás hamar elterjedt egész Magyarországon. A Tolnai Szent István Katolikus Gimnáziumban idén 2 osztály diákjaira került fel a kék színű szalag, jelezve, hogy életük egy fontos időszaka hamarosan lezárul. A Tolnai Gimnáziumban 58-an kaptak szalagot, 58-an fognak érettségizni a 6, illetve a 4 évfolyamos osztályunkban. Most egy magas létszámú évfolyam volt, 30 fölötti az egyik osztály létszáma, tehát most elég sokan ballagnak el az iskolából. Már biztos, hogy nem kell majd nyelvvizsga 2020-tól a felsőoktatásba kerüléshez, a kormány elfogadta az erről szóló javaslatot. A korábbi tervek szerint a felsőoktatásba való felvételnek 2020-tól lett volna feltétele egy középfokú nyelvvizsga megléte. Az Információs és Technológiai Minisztérium az elmúlt időszakban tanárokkal és diákszervezetekkel is egyeztetett, és mindkét érintett fél képviselői azt kérték, hogy vizsgálják felül a felvételihez kötelező nyelvvizsga tervezetét, ezért a tárca is ezt kérte a kormánytól. Nem egész egy hónap alatt több mint 1000-en igényelték a nyelvtanulási kölcsönt. Az országban 93 000 olyan diák vagy volt tanuló van, akik azért nem kaphatták meg a diplomájukat, mert nincs meg a nyelvvizsgájuk. Az igénylők jellemzően a maximális összeget, vagyis 500 000 forintot vesznek fel, aminek 2% a kamata, de ha sikerül letenni a nyelvvizsgát, akkor a kamatokat elengedik. A hitelt 5 évig lehet törleszteni, de van egy 1 éves türelmi időszak. A magyarországi németek egyik ünnepét, a búcsút elevenítették fel a Kränzlein Néptánc Egyesület tagjai Bonyhádon. A több száz éves hagyomány alapján minden esztendőben a búcsúfa felállításával kezdődik a program a Vörösmarty Mihály Művelődési Központ előtt, ezt követi az újbor begyűjtése az esti bálra. Köszönöm! Szallagokkal díszítették fel a búcsúfát Bonyhádon. Már hagyomány, hogy a Márton naphoz legközelebb eső hétvégén megünneplik a magyarországi németek egyik legismertebb szokását, a búcsút, mondta a helyi német nemzetiségi önkormányzat elnöke. 1991-ben újította fel ezt a hagyományt, a régi hagyományt a Hekvánc Néptánc Egyesület. Azóta ők már elmentek babypauzéra, és most közel 10 éve a Kränzlein folytatja ezt a szép hagyományt, és minden évben eljönnek a fiúk, kivágják a fát, elhozzák ide, most már a művelődési ház elé, korábban a német házban volt. Majd feldíszítették a lovaskocsit is, amivel elindultak a városba a fiatalok, hogy új bort gyűjtsenek az esti bárra. Aki libát nem eszik, egész évben éhezik. A liba húsa nagyon finom, kívánom is a bort nagyon. Ezért jöttünk gyűjteni, a hordónkat megtölteni. A sárköz tánc kultúrájának legszebb elemeit mutatták meg a tájegységben működő együttesek Bogyiszlón, a Muharai Elemér Népművészeti Szövetség és a Bartina Néptánc Egyesület közös programjának célja, hogy a csoportoknak biztosítsák a fejlődés és a fellépés lehetőségét.
A sárkező együttesek szakmai napján Bogyiszlótól Sió Agárdig minden olyan csoport megmutatta tudását, akiknek fontos a tájegység tánckultúrájának megőrzése. Hira Éva, a szervező Muharai Ellemér Népművészeti Szövetség elnöke azt mondja, a találkozó legfőbb célja, hogy kiderüljön, a korosztályok hogyan tudják továbbadni a hagyományokat. Hogyha a helyi közösségből kivész ez a hagyomány, akkor az egész egy kiürösedett színpadi mozgalom, ami előbb-utóbb elhal. Fontos, hogy a kevés lehetőségekkel bíró együtteseket is felpesdítse és megmozgassa egy-egy ilyen rendezvény, mely alkalmas arra, hogy a szakmai fejlődést biztosítsa a táncosoknak és az együtteseknek egyaránt, mondta Matokné Kapási Juliana, a Bartina együttes vezetője. Van, aki most csodálkozik rá, hogy ilyen is van, van, aki a saját levében föl 20 éve, és nem tudja, hogy ilyenek is vannak. Tehát persze, hát folyamatosan van fejlődési lehetőség, mert ezeket az anyagokat értelmezni kell, és mindenki saját maga agyával értelmezi. A szervezők ígéretet tettek további találkozók szervezésére, mert megítélésük szerint ezek jelentik a szakmai fejlődés egyik zálogát. Libafuttatás, újboráldás, borkostolás és vetélkedő Márton nap jegyében, ezek várták a dunaföldváriakat a hétvégén. A Márton napi programokra a szakadó eső ellenére is sokan kilátogattak. Nem fogadtak egyeiben az időjárás a dunaföldvári Márton napi vigasságot és újboráldást. A Templom utcai rókuspincék környéke ennek ellenére megtelt élettel. A szakadó esővel dacolva szép számú érdeklődő sereg gyűlt össze, és a rókus kápolnánál megáldották az újborokat. A látogatókat nyitott pincék fogadták borkóstolással. Pincejárás közben a szaggató zenekar muzsikált. Vidékiek is egyre többen érkeztek, hiszen, mint mondják, nagyon vendégszeretők a földváriak. Szeretem a bort, de csak mértékkel és alkalmanként szoktam inni. Általában a vörösbort, mert úgy gondolom, hogy abban azért több az értékes anyag dolog, íze miatt is. És nagyon szeretem ezt a hangulatot. Tavaly itt voltunk, és nagyon szívesen jöttem újra. Kedvesek voltak, vendéglátói, mindenhova behívtak. Először egy olasz rizlinget kóstoltam, még nem volt teljesen letisztulva, de az illata is, az íze is finom, tehát kellemes volt. Utána pedig egy Móri ezer jót, ami tökéletes volt, tehát nagyon finom bor lesz belőle. A nap során a kertbarátok forralt borral, teával, zsíros kenyérrel és libatepertővel kínálták a látogatókat. A gyerekek Mártonnaphoz kapcsolódóan kézműveskedhettek és tréfás kalandjátékban is részt vehettek. Van egy Hová bújtál Márton kalandjátékunk, ami több állomáson keresztül végviszi ennek a kronológiáján a gyerekeket, ugye a Márton napi programokon, illetve eseményeken. És amit a gyerekek és a felnőttek is egyaránt izgalommal vártak, az a nap fénypontja, a libafuttatás, melyre évről évre egyre több a nevező. Idén a szakadó eső sem riasztotta el a libákat és gazdáikat. 12 libát neveztek a versenyre. Regionális híreink következnek. Alelnököket választott a Somogy megyei közgyűlés, Huszti Gábor és Szajc Adrián kapott bizalmat. Több mint 500 millióból épült új óvoda és bölcsőde Bolyban, januártól várják a gyerekeket. Megegyezés helyett kés és sövényvágó került elő, anya és fia támadt egy férfira és autójára. Huszti Gábort és Szajc Adriánt választotta alelnökének a Somogy megyei közgyűlés. A képviselők emellett döntöttek a bizottságok létszámáról és összetételéről. Továbbra is 3 bizottság segíti a munkát, de létszámukat 7-ről 5 főre csökkentették. Bíró Norbert közgyűlési elnök a Fidesz-KDNP frakció 2 tagját, Huszti Gábort és Szajc Adriánt javasolta alelnöknek a pénteki közgyűlésen. Titkos szavazással a testület többsége megszavazta a jelölteket, így a jövőben 2 főállású alelnök dolgozik majd a megyei közgyűlésben. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Hogy Magyarországhoz. És annak alaptörvényéhez hű leszek. Huszti Gábor 3 éve töltötte be az alelnöki pozíciót, a megkezdett munkát folytatná a jövőben is. Mint kiemelte, a terület és településfejlesztési operatív program számos pályázati lehetőséget adott és ad Somogy megyében.
Azok az operatív programok, mint a TOP keretében a foglalkoztatási paktum, az EFOP felzárkóztatási program, illetve a KEOP program, amit eddig is végeztünk, azt szeretnénk erősíteni, és még inkább a somogyi emberek javára szolgálni ezzel is. Természetesen az új választási időszaktól kezdve bízunk benne, hogy új feladatokat is kapunk, és állunk elébe, és várjuk a lehetőségeket, hogy mivel tudjuk az önkormányzati feladatokat kiteljesíteni. Szajc Adrián az elmúlt években a siófoki városi testületben dolgozott a helyiek érdekében. Mint fogalmazott, az alelnöki tisztséggel új és nemes feladat vár rá. Azt gondolom, a feladatok sora széles körül lesz. A jövő héten mindenféleképpen egy egyeztetés fog sorra kerülni megyei közgyűlési elnök úrral, illetve Huszti Gábor alelnök úrral, ahol az elkövetkezendő időszak feladatairól fogunk egyeztetni. Egy dolog azonban biztos, hogy a területi operatív programok kapcsán lesznek feladataim az elkövetkezendő időszakban, illetve a Balaton érdekvédelmi képviseletét is részben el fogom látni, hiszen felhatalmazást kaptam arra, hogy a Balaton Szövetségben és a Balaton Fejlesztési Tanácsban képviseljem a megyei közgyűlést. A megyei közgyűlés ülésén döntöttek a bizottságok létszámáról és összetételéről is. A jövőben a korábbi 7 helyett 5 fő alkotja az egyes bizottságokat. A pénzügyi és jogi bizottság elnöke Tarti Tamás lett, a területfejlesztési bizottság elnökének dr. Gyenesei Istvánt választották. A Somogy megyei TOP projekt bizottságot pedig Holovics Huba vezeti majd. Összesen több mint 500 millió forintból épült új óvoda és bölcsöde Bolyban. Az intézményben 6 óvodai és 2 bölcsödei csoport kap helyet. A modern épületben a csoportszobák, a melegítő konyha és öltözők mellett uszoda is várja a gyerekeket. Az óvoda és bölcsöde 2020. január 1-től nyitja meg kapuit. Elkészült az új óvoda és bölcsöde Bolyban. A Baranyai településen egy teljesen új építésű ingatlan várja hamarosan a gyerekeket. Az intézmény 6 óvodai és 2 bölcsödei csoporttal fog működni. A csoportszobák mellett tornaszobát, melegítő konyhát, orvosi, illetve fogadószobákat is létesítettek. Végre sikerült az óvónőknek is legalább egy öltözőhelységet, meg egy szociális helységet is biztosítani. Ami plusz talán a mi óvodánkban, hogy itt a mellettünk levő uszodát kihasználva a termálvíz adta lehetőséget, ezt is ide beépítettük. Szeretnénk, hogy akár a csecsemő úszástól kezdve az óvodások is tanuljanak meg lehetőség szerint már úszni. A beruházás meghaladta a 500 millió forintot, melyből 400 millió forint vissza nem térítendő támogatás. Ebből az összegből nem csak az épület belső terei készültek el. Hargitai János beszédében kiemelte, megbecsülendő érték az a beépített napelemet tartalmazó cserép, ami az ingatlan tetejét fedi, hiszen bói vállalkozás valósította meg. Ez is egy olyan fajta érték, amit a bóiak teremtettek meg ma. Az ország 100 legfontosabb, legígéretesebb hazai vállalkozásának egyike, értékét tekintve, és azt remélem, hogy az itteni óvodai példa nyomán más közintézményekben, Baranyában és hát az ország szerte elterjeltet ez az intelligens cserép. Az országgyűlési képviselő hozzátette, ilyen intézmények kellenek ahhoz a társadalom politikai elképzeléshez, amit a kormány végrehajt, azaz a fiatalok a családalapítás mellett visszatérhessenek a munkavilágába. Baranyában egyébként néhány évvel ezelőtt indult el egy nagyszabású bölcsöde és óvodafejlesztési program. Ennek keretében 3 milliárd forintos keretösszegből 16 óvoda és bölcsöde fejlesztése, építése kezdődhetett meg. Ebbe a sorba illeszkedik a most átadásra kerülő új bói óvoda és bölcsöde. Ez az intézmény ez mintegy 400 millió forint visszanemtérítendő támogatást kapott. A beruházás összege azonban jóval meghaladja a 500 millió forintot. A top forrás mellett ugyanis a német nemzetiségi önkormányzat is nyújtott segítséget, mint fenntartó. Mint arra Ritter Imre az ünnepségen emlékeztetett, az országos, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézményekre több mint 3 milliárd forintos beruházási keret áll rendelkezésre. Ez az összeg a 2020-as költségvetési törvényben további 2 milliárd forinttal lett kiegészítve. Ebből adtunk az előző 3 évben és minden évben minden helyi nemzetiségi önkormányzat által átvett intézménynek kisebb-nagyobb összegeket. Pont 2019 volt az első év, amikor már 4 nemzetiségi intézményt
ahogy mondani szokták, tokkal vonóval fel tudtunk újítani. Mindezek mellett Bój önkormányzata saját forrásból biztosította az óvoda előtti parkoló, valamint a zöld felületek kialakítását. A közeljövőben modern kültéri játékokat szereznek majd be, de egy biokertet is létrehoznak a régi üvegházban, melyekre pályázati forrásból nyílik lehetőség. Az új óvoda 2020. január 1-től várja a Bói és Bój környéki gyermekeket. Felfegyverkezve elkövetett garázdaság büntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat egy 62 éves pécsi nő és fia ellen a pécsi járási ügyészség. Egy személyes konfliktust akartak tisztázni, de kés és sövényvágó olló került elő közben. A sértett és az autója is megsérült a támadásban. Az elkövetőkre több év börtön várhat a törvény szerint. Betört kocsiablakok, vérnyomok a földön. Ez a kép fogadta a rendőröket ez év április végén Pécsen. Az autó tulajdonosára támadt rá egy anya, majd annak fia. A 62 éves idős nő megkérte egy ismerősét, hogy kocsival vigye őt haza, hogy meg tudják beszélni a családi konfliktust. Ezután vett véres fordulatot az ügy. Amikor a férfi megérkezett a nő lakásához, háza elé mindketten kiszálltak az autóból, majd a nő minden előzmény és szó nélkül elővette egy kést a ruhájából és megvágta ennek a férfinak az arcát. Ettől a sértett nyilvánvalóan megijedt, megrúgta a nőt, ezt a mozdulatot azonban már látta a nőnek a fia a lakásból, akinek a lakásból kirohant és egy sövényvágó ollónak az egyik felével ráütött az autóra, annak az ablakait betörte. Mivel az ütéskor az autó már mozgásban volt, így a vádlott cselekménye nem csak a gépkocsiban okozott kárt, de a közlekedés biztonságát is veszélyeztette. Tettükért a bíróságon kell felelniük. Mivel a nő és a férfi által használt eszközök, ugye a kés és a sövényvágó olló az emberi élet kioltására alkalmas, ezért ezek a cselekmények felfegyverkezve elkövetett garázdaságnak minősülnek, amiért 3 év szabadságvesztés is kiszabható. Az ügyben most emelt vádat a Baranya megyei főügyészség. Úgy tudni, hogy a sértett korábbi barátnője jelenleg a támadó férfi élettársa. Emiatt akart beszélni az idős nő fia érdekében a sértettel, de minden előzmény nélkül egyszer csak kést rántott elő, és megvágta vele a férfi arcát. A Lafarge Cement Magyarország Kft. Indulása óta kiemelt figyelemmel fordul a természetvédelme felé, ezért egy faültetési akcióba kezdtek, amely során már 250 őshonos facsemetét ültettek el. A környezetért felelős cementgyártó 2030-ra tonnánként 40%-kal kívánja csökkenteni a nettó széndioxid kibocsátást. Újabb 25 fával gazdagodott a királyegyházi cementgyár közvetlen környezete. A Lafarge Hol cím 2030-as tervének részeként kerültek ki az őshonok facsemeték a földbe. Ezek több száz tonna széndioxidot kötnek meg élettartamuk alatt. Ez egy fenntarthatósági program, és ennek az a lényege, hogy közel az árbevételének közel 2/3 2030-ra származzon fenntarthatósági megoldásukból, és természetesen ennek van egy civil oldala is, illetve egy magánér a környezetér folyó harc az, ami pillérként szerepel, és itt mi kitűztük magunknak, hogy ugye faültetéssel fogunk ezt hozzájárulni, hiszen annak a széndioxid megkötő képessége az, ami tulajdonképpen ez a programhoz hozzá tud járulni. A Lafarge Cement Magyarország Kft. Indulása óta kiemelt figyelemmel fordul a természetvédelme felé. Ennek részeként 4. alkalommal hirdetik meg a Lafarge Közösségi Értékprogram című pályázatot, ami 31 települést érint, és projektenként 500 000 forint a pályázható összeg. 4 fő pillér terület mentén lehet pályázni a civil szervezeteknek. Az infrastruktúrális fejlesztés, a közösségfejlesztés, az egészségfejlesztés és a fenntarthatóság, tulajdonképpen ez a 4 pillér van. Eddig nagyon sok projektet valósítottunk már meg itt a közvetlen környezetben, akár oktatási programot, akár fenntarthatósági programot, akár mondjuk egy bicikli pihenőnek az átadását. Úgyhogy szépen beindult ez a fajta logika és ez a fajta gondolkodás. November közepén nyílik majd meg a pályázati keret, melyre január közepéig lehet jelentkezni. Részleteket a társaság honlapján találhatnak az érdeklődő civil szervezetek. A megújuló erőforrásokról, az atomenergiáról, a napelemekről és az energiatakarékosságról is többet megtudhattak az érdeklődők Barcson. A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara a Tudatosság a Jövő Energiája című programján minden korosztályt megszólítottak a szakemberek. A cél, hogy felhívják a figyelmet a klímaváltozás veszélyeire és a környezettudatos életmódra. Azt tudjátok, hogy használtak régen, illetve ma is olajt? Igen. Megvan. Sötét, fekete, folyékony valami. A megújuló természeti erőforrásokról és a káros anyagokról is tanultak a kicsik a Széchenyi Közi Tagóvodában, Barcson.
A rendkívüli foglalkozáson a gyerekekhez játékos formában hozták közelebb a környezettudatosságot. A kicsik között van olyan, aki már most is odafigyel erre. Mindig le kell kapcsolni a villanyt, és el kell zárni a vizet. A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara nem csak az óvodásoknak szervezett programot a környezettudatosság jegyében. A Széchenyi Ferenc Gimnáziumban Vida Tünde, a Paks 2 vezető kommunikációs szakértője tartott előadást az atomenergia klímavédelemre gyakorolt hatásáról. Elhangzott, az atomenergia előállítása nem termel széndioxidot, így az nem károsítja a levegőt. A Tudatosság a jövő energiája elnevezésű programon a megújuló energiáról Wagner Ernő beszélt az érdeklődőknek. Mint mondja, a napelem használata egyre elterjedtebb hazánkban. Ne feledkezzünk meg arról, hogy néhány évvel ezelőtt 20 év alatt térült meg a befektetés a napelemek vonatkozásában. Manapság már nem ritka az 5-6 év. Barcson is fontos a környezettudatosság, éppen ezért egyre több helyen látható napelem, de a közeljövőben további fejlesztéseket is terveznek a településen. A strandunk tetején napelem van, ezzel csökkentjük a strandnak a költségét. Rendelkezünk a városba egy 15 hektáros napelemparkkal, innét iparűzési adóbevételt tervezünk növelni, mert ez már működik, lassan most már egy éve. Ezen kívül a Zöldváros programba szeretnénk 3 darab okospadot telepíteni. A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara célja, hogy minden korosztály figyelmét felhívják az energiatakarékosságra és a környezetvédelemre. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Megismételt választás Szekszárdon, újra az ÉSZ jelöltjei nyertek mind a 2 választókerületben. Prima díj, Gottwald Károly posztumusz, Kovács Balázs és Lascsik László kapták az elismerést. Búcsúfaállítás, több száz éves hagyományt elevenítettek fel Bonyhádon. Sárközi találkozó, a tájegység tánckultúrájának kiemelkedő elemeit láthatta a közönség. Kedden borongós idő lesz, és számítani kell esőre, többfelé jelentős esőre, emellett kissé élénk északkeleti szél fúj, majd hideg lesz, itt-ott kötfoltok is kialakulhatnak. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb, kedden este jelentkezünk, viszontlátásra!